Sziasztok! Ez egy egyszerű gemmáj recept, amit otthon is bárki el tud készíteni, viszonylag sok zöldséggel, ami sosem árt. Hozzávalók 10 adagra. Egy nagyobb vagy két kisebb sárgarépa, egy petrezselyem gyökér, fél karalábé, negyed zeller, egy fél poréhagyma, egy-két retek és 25 deka barna rizs, ami ha lehet, kerekszemű legyen. A rizst néhányszor átmossuk hideg vízben, majd minimum 11-szeres mennyiségű hideg vízben feltesszük főni. A víz mennyisége változhat az edény alakjától, méretétől, a láng erejétől, a rizs fajtájától függően. Ezt mindenkinek magának kell kitapasztalnia. Mielőtt a víz a rizssel melegszik, a zöldségeket meghámozzuk, megmossuk, majd apró kockákra szeleteljük. A szeletelés módja. A zöldségeket 2-3 mm vastag szeletekre vágjuk, majd a szeleteket csíkokra, azokat pedig 2-3 mm-es kockákra. A zöldségek szeletelésekor figyeljünk arra, hogy a zöldséget stabilan lapjára fektessük, nehogy elvágjuk az ujjunkat szeletelés közben. A mosott egész zöldségeket nem keverjük össze a már felvágottakkal. Amikor a víz a rizssel már erősen forr, hozzáadjuk a felkockázott zöldségeket. Újraforrás után beállítjuk a láng erősségét, az edény félig lefedve, a zöldség és a rizs folyamatosan mozogjon, de a gemmáj ne forjon zubogva és ne fusson ki. Ha a láng erősségét jól beállítjuk, a főzés első órájában nincs szükség kevergetésre. Később, ahogy sűrűsödik, egyre több figyelmet és kevergetést igényel. Óvatosan keverjük, a fakanalat az edény alján tolva, a rizsszemeket ne törjük össze. Ideális esetben a gemmáj 2,5-3 óra egyenletes főzés után lesz kész. A főzés ideje nagyban függ a korábban említett tényezőktől. Ha kisebb adagot főzünk, mint most például, a víz mennyisége arányában nagyobb lehet. A rizs akkor főtt meg, amikor a szemek teljesen kinyíltak. Kész gemmáj állaga sűrű, sejmes, nem vizes, inkább hígabb kására emlékeztet. Miután megfőtt, légmentesen lefedve szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni, majd tegyük hűtőbe. A sűrűre főzött gemmáj hűtőben tárolva 5-6 napig fogyasztható. Egyszerre csak annyit melegítsünk belőle, amennyit megeszünk. Melegítéskor a gemmáj mennyiségét, sűrűségét ivóvíz hozzáadásával állítsuk be. A megmaradt, újra melegített gemmájt külön tároljuk, ne keverjük össze a steril gemmájjal.